Hello, szevasztok! Folytatjuk a Penumbra 3-at. Megérkeztünk valami furcsa izéhez. Ez bánt. Jó, visszatöltöm. Aha, oké. Hát ilyen hülyeség miatt nehogy már HP töltőt kelljen használnom. Hüha! Jaj ne, dobozokon való ugráláson, aktu heilige. Hogy mi? Én azt ott... És a... Hé? Hogy mi? Hát ezeket... És az hogy? Viszkia... Szép napot, szép napot! Hallasz engem? Nincs idő! A rőt viccei megmaradtak nekünk, ellentétben a színverésével. Végigcsináltam a cselt, és a zsíranyad azt hitte, hogy ez csak egy lemezfelvétel, pedig ez én vagyok Rőt, a leghűségesebb társad, aki nem csak ünnepelni tér vissza, hanem előreláthatólag maradni is fog. Végül is elméletben van rá lehetőség, hogy nem halt meg, mert lehet, hogy csak szándékosan átvert minket, hogy azt higgyük, lehet, hogy azt akarta, hogy azt higgyük, hogy ő meghalt. Nem láttuk valójában őt elégni a krematóriumban. Ez kezd egyre érdekesebb lenni. Kapcsol rögzítve van ebben az állásban, később még hasznos lesz. Ez a fémtekercs? Jesszus úristen! Ójaj! Ójaj! Látom, felismerem a halálos lézereket, és az nem... És ez nem az, jó eséllyel. Jó, hogy ez nem halálos! Figyú! Tényleg! Tényleg nem halálos! Ha, tök jó! Ahoppá! Itt valami váratlan dolog történt. Mint egy indítóállomás, legalábbis valami hasonló. Vészkiárat! Ja. Hé? Mi? Hogy? Igen. De ez a lézer, ez... Hé? Pont négy doboz van. Lehetséges, hogy... Mi történik? Mi történik? Mind a négy rubrikába kell rakni egy-egy dobozt? Azt akarja mondani a játék? Vagy... Nem tudok hirtelen másra gondolni. Lehet, hogy értelmetlen, amit csinálok, de hirtelen nincs más ötletem. Nézzétek el nekem. És még hogy rímet. Igazi költészeti napom van. Hát ez nem jött össze.
Minek kellene történnie? Mi az Isten akar ez itt jelenteni? Mi ez itt? De átmegy rajta. Mindegy, hogy megszakítom vagy sem. Már én nem tudom megszakítani, mert... Hé? Mi? Puszta kézzel nem érhetek hozzá. Ezért vannak a dobozok. Oké. Szerintem... De csak tippelek, nem én mentettem, úgyhogy elvileg progress van. Hé! Hey. Hé! Hey. Hát de... Basszus, a golyót ide kell vinni! Ide kell hozni a golyót, de nem érhet hozzá a kék lézer, különben rezeteli. Hát de akkor hogyan? Jó, kell időzíteni. Úristen. Mert ugye ezeket a fénynyalábokat nem tudom megszakítani. Oké, most már tudom, hogy mit kell csinálni. Értem, értem. De miért van itt ne... Azért, hogy ne guruljon túl, ugye? Gondolom, én aztán lehet, hogy nincs igazam. Megfoghatom most már ne... Én megfoghatom! Most már megszabad! Most én mentettem. Oké, 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 oké.
hozzáért. Állj meg! Állj! Ne gurulj már tovább az istenit! Miért nem áll meg? Állj már meg! Könyörgöm, na végre! Hát ez hogy? Az a baj, ezt felemelni nem tudom. Állj meg, állj! Eddig jó? És ezen hogy vigyem át? Ide kellett volna hozni, ugye? Nézd csak! Hogyha itt ki tudnám gurítani, mert látod? Itt több másodpercig... Ó, basszus! Rossz helyre hoztam, mert itt nem tudom kihozni. Itt esélytelen a dolog. Basszus! Rossz irányba vittem. Áj! Nem baj! Nem baj! Fölöslegesen nyomtam a gyorsmentéseket, nem baj. Aha. Valahogy oda be kéne. Látod? Amúgy hol a... Ja? Negyedik doboz. Bassza meg! Nem tudom ott fönt tartani, az a baj. Bassza meg! Túl korán. Nem hiszem el, hogy fél másodpercet múlik.
Állj meg, állj már meg! Nem akar megállni. Nem akar megállni, hát beszarok. Na, köszönöm. Istenem, nem akar megállni, ez a halálom. Nem. Az, nem, egyszerűen nem akar megállni. Ha. Hát ez nehéz szülés volt, maradjunk annyiban. Ez nagyon nehéz szülés volt. Te jó Isten. Hát az ott legurul. Addig. Az gurult egy darabig. Was? Itt a kijárat. Már mintha megszerezzük mindegyik kulcsot. Akkor igazam volt az első videóban. Hogy a Penumbra 3 az csak és kizárólag csak puzzle-ökből áll. Úristen. Ez most komoly? Itt csak puzzle-ökkel kell foglalkozni. Egy. Úr csak észlelve. Mínusz 1 az eddigi értékből, azaz 2. Most akkor összesen 2 van, vagy még 2-t kell felszedjek, mert nem mindegy. Ott van még egy. Nekem oda kellett volna bemenjek, ugye? Jól látom? Mi van? Azt ki kell nyitni. Én ezt értem. Hello, golyócska. Igen.
Ott a második kulcs. Oké, most már tudom, hogy hogy tudunk eljutni ott. És ott akar... Ajajajajajaj... Azt hiszem látom mi van. Így. Igen, az a Requiem az platformingból, tehát ugrálás és puzzle, semmi más. Hú. Na. Az ott lejön. Igen. Sejtem, hogy... Sejtem. De csak sejtem, hogy... Opa. De csak sejtem, hogy mit akar. Jézus Máriám! Mi volt ez? Tudom, hogy a fizika nagyon furcsa dolgokat művel néha ebben a játékban. Így? Mi van? Én azt hittem ezen kell... Föl... Hé? Mi van? Ja. Már tudom, hogy mi van. Már tudom. Így. Tényleg alá kellett lökni. És most kinyitottam, és most el tudunk menni mindjárt a második kulcsért. Igen, nyitva van. Itt a golyó, ez az. Elméletileg most meg kell, hogy tudjam szerezni a második kulcsot. Ez itt nyitva van. Így, oda néz. A még szükséges kulcsok száma egyre csökkent. Akkor kell még egy. Akkor összesen három kulcs van ezen a területen.
Oké. Azt pedig itt fogjuk tudni. Mármint a golyót ugye tovább kell engedni. Ez egészen biztos. Van egy bejegyzés. Könyv. Egy újabb meglepő jelenség. Olyan érzésem van, mintha figyelnének, de nem közvetlenül. Mintha valaki a gondolataimat hallgatná. Igen, így van. Hallak téged ideben. A szuszogásod, meg ahogy végigrágod magad a gondolataimon, mint valami perverz őrangyal. Hogy férsz meg a fejemben? Jól. Hol vagy egyáltalán? Itt. Mutasd magad. Itt vagyok. Na, érdekes út. Sötét van, de ki tudom venni a padló alatt futó csúszda vonalait. Vász? Csúszda? Ó, ott a golyónk! A kapcsol az egyenesen alattan lévő kaput kezelheti. Ha tippeljek, több kapu van és nem mindegy, milyen sorrendben. Ah, yeah. Tehát először azt kell kiengedni. Mi van, ha én ezt... Ez nem a megfelelő volt. Persze, hogy a harmadik lesz, azt figyeld meg. Aha. Nem, akkor a középső. Aha, és most ez. Nem, akarom mondani ez. Igen. Igen. Csak nem tudom. Nem tudom, hogy fizikailag hol van a harmadik kulcs. De... Lehet, hogy ez nem is gond. Megyek a golyó után, nem? Elvileg most... Nem tudok utána menni, mert egyenként kell nyitni a kapukat. Várjál. Az úgy nem jó ötlet. Igen, hát ezek csak ideiglenesen. Akkor... Más kell kitalálni. Igen. Mentünk egyet.
Nem tudom ezzel mit csináltam, ne kérdezzétek. De valamit... Most vissza kéne menjek? Vagy... Tényleg nem tudom, hol a harmadik kulcs. Vagy egészen le kéne menjek? Vagy... What is loss? Ide nem hiszem, hogy vissza kell már jönni. Legalábbis én kétlem. Most ezt az izét le tudtam itt húzni. Oké, és ezzel mit értem el? Oda kéne lejutni? Oda le? Tehát ez hogy? Várjál! Ott mi? Azokat nem lépcsőfokok? Ott. De akkor az azt jelenteni... What the fuck? Van egy tippem, de az nem veszélytelen. Ha! Csupa... rímelős megszólalásom van ma. Mindegyik fel van... Oké... Okay. De... Így tudunk oda lemenni. De én nem ezt akartam kipróbálni. Nekem nem ez volt a... Mi a fasz? Hanem, megmutatom, hogy mit akartam kipróbálni. Arra, erre a fém állványra akartam... ráesni, mert ott láttam valamilyen lépcsőfokokat. Ott is. Most nem tudom, nekem vagy fölfelé, vagy lefelé kéne menni. Tudod mit? Itt nyomok egy mentést. Nézd csak! Én ezt találtam ki. Nekem ez volt a gyanús. Ez. Ezt láttam távolból. Jézus, szentséges Szűz Máriám! Hát a fejlesztők nem voltak százasok, az már kimerem jelenteni ország világ előtt. Mi a jó Isten? De az meg átvezet oda. Mi van? Igen. De az meg levisz oda. De nekem nem az a célom. Vagy? Már én sem tudom. Nem már. De ez azt jelenti, hogy ki lehetett volna kerülni ezeket a kis kapukat, és hogy ez egy alternatív megoldás lett volna? Ha. És erre amúgy, hogyha erre tovább megyek, akkor... Nagyon nem kéne leesni, igaz?
Nincs itt az égvilágon semmi. Na. Látod? Így. És akkor így ki lehetett volna kerülni, látod? Jó, legalább megnéztem, mi van ott legfelül. Hát igazából semmi. Na, ez érdekes volt. Elvileg itt az utolsó... Pogy. Régi típusú rádiócsövek, nagyon érzékenyek az elektromos zavarokra. Egészen értem, hogy most itt mi van. Miért vannak itt a fémlemezek? A fémlemezekkel tudja, hogy valami... Le kell árnyékoljam. Nem, mert akkor magától odarakná. Bár... nem tudom. Most. Nem lehet, hogy... Oké, le kellett ellenőriznem. Tudni, hogy a... fémlemezekkel valamit itt csinálni kell, nem véletlen vannak itt. Ezek nem véletlen vannak ide rakva. Egyelőre ötletem sincs, hogy...
Hát én ezt most nem értem. Nagyon érzékeny elektromos zavar. Akkor most le kell... Nem... Elképzelésem sincs, hogy itt mire gondoltak. Lehet, hogy a golyót kell leárnyékolni. Nem tudok másra gondolni. Tényleg nincs más ötletem. Nem látok semmit. Most le van árnyékolva, nem? Tessék! Uha! Mondom, a fizikával vannak gondok. Ötletem sincs, hogy itt mire gondolt a költő. Viszont elektromos zavarja, de... Hé? És? És mik ezek az izék itt? Várjál! És várjál! Azt hiszem, van egy ötletem. Igen. Oké. Okay. Az ötletem működik. Bum. Haha. Nyitva a szint kijárata. Nyitva a szint kijárata. Az önmegsemmisítésig még 5 perc. Hát hülye vagy? Ez fel akarja robbantani az egészet, ez nem normális. Uncsösz! Ha nem kéred,
Nem is kapod meg? A piros az halálos, ugye? Igen, ez halálos lézer, és ott lesz a kijárat. Ha. Jó van, na meg kellett próbáljam, na hát. Gondoltam, hát a Fülöp itt átfér, de túl dagadt hozzá. Jó, tehát a piros lézereket ki kell kapcsolni. Piros lézereket kikapcsol... Biu... Mint a kutyákat hallottam volna. Még itt csak fogunk kapni ellenfeleket? Hát itt tudja, hogy nem férek át. Na egy fogaskerék. Ez tudja, hogy kelleni fog valahova. Ebben biztos vagyok. Fogadnék, hogy ez már elég forró ahhoz, hogy leválasztabb a húsról. Talán meg kéne mártoznom. Jézusom, hogy magányomban kezdek úgy gondolkozni, mint Clarence. Igen, Clarence dumája egy picit hiányzik azért. Itt jöttünk le. Három fogaskerékkel! Értem. Aha. Még kettő. Még egy. A fogaskerekeket úgy tervezték, hogy passzoljanak a fogaskerék tengelyekre. Ha behelyezték őket, a szakképzett munkaerő, azaz ő, megnyomhatja a fogaskerék gombot. Ez az! Na hát, erre nem számítottam. Én nem megyek le, de valami más, talán igen, valami más. Várjál, kell még egy fogaskerék. Annak itt kell lennie valahol? És... Hogy megyek ott át? Az nincs több fogaskerék itt. Ennyi volt. Nincs több. Oké. Nem vettem észre. Hát de várjad, a fogaskereket nem tudom fölvinni a létrán. Ez úgy látom, hogy zárva van. Semmi, biztos tönkre ment. Egy vezérlőpult vezérlők nélkül. Döntött hengerek járata. Ó, oh, oké. Okay. Te szentséges úristen! Ez a shortcut, aha.
Csak! Egy kulcs megvan. Két kulcs hiányzik. Értettem? Ó, itt az egyik fogantyú. Ez pedig... ide kell, ugye? Aha! Nem lehet bevinni oda. Nem hagytam most semmit? Erre nyomok egy mentés, csak biztos vagy biztos. Hoppá! Hoppá hoppá! Itt a másik fogantyú! Őrület és őrültek. Itt ez vár mindenkit. Tom Redwood. Valahonnan ismerős ez a név. Rádió lépett velem kapcsolatba. Nem emlékszem, hogy válaszoltam volna. Alig értettem, mit mond. Csak hogy fenyeget engem. Inkább a halál, mint hogy hozzá hasonlóan végez. Halljátok ezt, szellemek! Nem kaptok meg élve! Nem tudom ezzel mit csináltam. De van egy sejtésem, szerintem ezeket a... hidraulikus izéket... Opa. Kikapcsoltam... Nem kapcsoltam ki. Oh, shit. Igen? Vesz? Mindegyiknek fönn kell lennie? És az... Uha. Hé? Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc darab. Egy, kettő, négy. Ez hármat mozgat föl. Az ilyen feladványokat mindig is gyűlöltem, de úgy nagyon.
Jaj, ne. Most ezt nekem meg kell oldanom úgy, hogy mindegyik fent legyen. És azt meg tudom egyáltalán ezt oldani? Vagy kell ehhez a izéből is valami? Illetve, már itt mentek egyet. Itt. Semmi, aha. Jó, csak megnéztem, hogy van-e... Voltak-e ott járatok. Hát ezt valahogy meg kell oldjam. Isten. 2, 3, 4. Remek. Remek. De már! Ez a 2 marad len. 3 marad len. Basszus kulcs. Hé? Nem tudom, mit csinálok. Én az ilyen típusú feladványomban mindig eszméletlenül béna voltam. Nekem ez nincs érzékem. Márpedig ezt tudja, hogy meg kell csinálni. Ez 7 szentség, hogy meg kell csinálni. Várjál! Valamit eltekertem ott len. Lehet, van egy tippem. Van egy tippem, szerintem az a forró gőz, az... Szerintem az most már... Aha! Ez az! Ott a második kulcs. De... Itt sincs. Nincs fogaskerék. Hahahaha.
A még szükséges kulcsok száma egyre csökkent. Mint egy finom almás rétes, aminek a morzsáit szétszórják a bal. Hát így térhettem vissza, barátom. Nagyon ütős, kicsavart sztori. Gondolom egyetértesz. A megjelenő hősiesség csak a legnagyobbakhoz hasonlítható, mint például Philiphez, aki megmenti Rőtöt. De akkor is, amikor legutóbb találkoztunk, meg sem hallottad a tanácsomat, mint egy elkényeztetett gyerek, aki verést érdemel. Minek jöttél erre a helyre, amikor volt elég bőregér, amiket elmajszolhatsz? Te örökölted volna Rőt föld alatti olcsó fenntartású birodalmát. Minek jöttél? Hát mert csak így tudtam előre haladni a sztoriban. Hagyjál már! Úristen! Hogy fogom én ezt utálni? Nem azonnal robbannak, viszont van idő. Van idő ide fölmászni. Au. Au. És most menjek vissza, ugye? Basszus. Visszafele talán kicsit könnyebb lesz. Talán. De hogy? Eddig nem így robbantak. Lehet, hogy érintésre azonnal robban. Oké. Elvileg megvan. De miért nincs meg a... Ugyan a kijáratot feloldottam, de kell a harmadik fogaskerék. És én attól tartok, hogy ezt úgy kell meg... Aha, látod? A kijárat fel van oldva, csak nem jutok át, mert... ez az. Megvan a harmadik fogaskerék? Nem jól helyeztem be, aha.
Hey! Ez az! Most már tudom, hogy oké. Még mindig az a cél, hogy megpróbálom kikapcsolni a piros lézereket. Na, tehát itt az van. Aha. Először. Nem jó. Hú, ez sokáig fog tartani? Nem jó. Így már jó, jobb. Jó, 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 jó. Nagyon jó. Fordítva! Fordítva! Ez nem nyert. Ez sem nyert. Francia krémes! Na végre. Jó! Mennyi van vissza? Még kettő darab. Ez nem nyert. Ez nyert! Már csak egy! Gyerünk, nem tudom. Nem. Jó! Francia hagymaleves, még egy. Nem. Ez az, most megvan. Igen. Most kaptam ide is a lézert. És ez nekem miért jó? Igen. Ez oda... Vesz. Hol vagyok? Azért még... Hallasz engem? Aha. Halált ígért nekem. Az őrült. És én visszautasítottam. Egyedül az életemről hittem, hogy képes vagyok irányítani. Ne kövesd el az én hibámot. Mert nekem ez tett a börtönöm. Vesz? Az örök sötétség. Kiutattam! Mi a valószínűbb, hogy valóban kifordultak önmagukból a világegyetem kozmikus törvényei, vagy esetleg te tévedsz, hogy ezt gondolod? Én nem tudom.
Mi? He? Pedig annyira jó, örök barátok vagyunk. Te is én. Bocsánat a gyenge szójátékért, de nem örülsz. Csak azért, mert ilyen jó barátom vagy. Téged nem foglak megcsalni, mint azt az unalmas elofat. Elmenekülünk innen, csak te és én. Különben örökre ide leszünk zárva. Mondjuk személy szerint nekem mindegy. Ajajajajajaj. Na, innen fogjuk folytatni a következő részben. Ha most már nagyon érdekel, hogy mi lesz itt a vége, mert most én totál nem értem a rőt most, hogy tért vissza. Jó, elméletben ugye mondtam, hogy elméletben tényleg lehet, hogy csak megjátszotta a halálát, de akkor meg nem értem, hogy miért. Tehát, na mindegy. Remélem, hogy a játék majd választad, hogy most miért van megint itt. Érdekes. Na minden esetre, ha tetszett, nyomj egy lájkot, és innen folytatjuk. Na pá!